Horváth Csaba a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mindjárt békávízunk, mindjárt metrózunk, de hadd kérjem arra önt is, mint a mai napon minden vendégemet, hogy mit gondol a mai eseményről, történésről, ami a Népszabadság házatáján hírként megjelent, nevezetesen, hogy Mészáros Lőrinchez köthető cég a vevő. Hát eddig is tudtuk, de most már bizonyított tény. Egyébként egy érdekes sztori bukhant fel a fejembe, amikor néztem a műsort. Egy pár héttel ezelőtt a hátsó ülésen volt a kisfiam és a HVG egy bizonyos címlapja, és kérdezte olvasva a címlapot, hogy apa, ki az a Strowman? Strowman, jó, de édes. És hát elmagyaráztam, hogy ez kivételesen nem egy szuperhős, hanem egy szuper jó kapcsolatrendszerrel rendelkező figura, aki mások pénzét kezeli egyébként némi felhatalmazással, és olyan dolgokhoz jut hozzá, nem olyan könnyű elmagyarázni ezt egy 9 éves gyereknek, és olyan dolgokhoz jut hozzá, amihez egyébként normál üzletemberként soha nem jutna. De egy tök egyszerű elmagyarázni. Azt kell mondani, hogy nem dobál nyálat a 10 emeletes ház tetejére, hogy aztán fölmenjen, tehát ő nem az a men, és, nem, és akkor nem repül ilyen szárnyakon sem, meg nincs ilyen állarca, viszont jól szerel gázt. Hát ugye gázt nem szerel, de ezen kívül ebben az országon már a mindent... A Strowmanek szerelnek gázt, én úgy emlékszem. Akkor még, amikor ő még nem volt Strowman, akkor szerelt gázt, azóta, hogy Strowman lett, azóta már csak a főnökei szólnak, hogy mikor, hova kell menni egy jó pályázatot benyújtani, és ugye tudjuk, hogy amikor ő pályázik, akkor ő mindig jól pályázik, és mindig szerencsés, mert hogy ahova benyújtja, nem érti miért, de mindig nyer. És hát nyilván időnként ebből a mindig nyerő pályázati jutalomból, amit ő megszerez, több 10 milliárd forint, tehát ha összeadjuk az elmúlt pár éves tevékenységét, amit mondjuk, ha úgy igaz, Strowmanként, vagy Strowmanként magyarosan van. Maradjunk, hogy Strowman, ez annyira tetszik. Igen, angolos műveltséggel a fiam így nevezte el. Szóval nyilván időnként vissza kell forgatni az összeget a gazdák megadott céljaihoz. Tulajdonképpen csak az volt a kérdés, hogy ez majd Mészáros Lőrinc lesz, vagy Garancsi lesz, vagy esetleg más nevek, vagy akár Rendi Vajna, aki mondjuk a szerencsejáték bizniszből a TV2 bizniszbe fektetett be. Minden ezek esetre nem biztos, elegáns, hogy a... Őszintén szóval nagyon nem elegáns dolog. Tehát egyrészt a közpénzt ellopni önmagában nem szép. Mert a közpénzhez való, a közpénzhez való hozzájutás, mondjuk úgy, hogy finoman elterelt verseny alapján, tehát ahol ő pályázik, ott mindig nyer, tehát így azért valljuk be, elég könnyű vállalkozni. Tehát így megszerezni sok 10 milliárd forintot, és utána ezt arra fordítani, hogy nem csak egyszerűen vesznek, egyébként látjuk nyaralókat Horvátországba, jaktokat több millió euróért, de ez sem probléma, hanem utána ezt látványosan arra fordítják, hogy hogyan lehet Magyarországon mondjuk a demokratikus jogrendet bedönteni. Kedves gyerekek, Horváth Csaba apukát hallottátok, aki elmesélte, hogy közpénzt lopni nem szép dolog, és egyébként a Strowmanek nem nyálcsíkokkal kapaszkodnak a házak oldalán, hanem ügyesen, okosan tudják, mikor kell pályázni. Hát néha már a tragikomédia feelingje az, ami érezhető, nem is azt mondom, hogy átsegít bizonyos dolgokon, mert ez már nem nagyon segít bizonyos dolgokat megemészteni sem. Na nézzük ezt a hármas metrót. Azt írja, hogy az Index, hogy a főpolgármester a napokban megadta a politikai felhatalmazást a BKV igazgatóságának, hogy vész esetén leállítsák a hármas metrót. Ez egyrésztről szintén tragikusan hangzik ez a mondat, másrésztről meg leáll, és hát leáll az már napi szinten. Őszintén szóval rendkívül szánalmas, ugyanakkor aggasztó az, ami folyik a hármas metró körül. Egyrészt tényleg bármikor bekövetkezhet egy nagyon komoly műszaki hiba. Itt azt kell látni, hogy egy metróüzem az olyan veszélyes üzem, mint a repülőgép. Többszörös túlbiztosítással vannak a berendezések felszerelve azért, hogyha az egyik meghibásodik, akkor még azért valami működjön. Na most itt már az elsődleges, másodlagos berendezések napi hibája rendszer szintű, és az utolsó tartalékait éli föl a hármas. Tehát, hogyha, és úgy igaz a mondás, hogyha mondjuk egy munkás esetleg nem tudja olyan alapossággal azt a részletet megtalálni, ahol a hiba van, akkor akár egy komoly
egy komoly balesetben következhet. Úgy, ez az utolsó tartalékait éli túl, hogy gyakorlatilag minden reggel a indulás előtt valahogy még életet lehelnek bele? Minden éjszaka a szakemberek, a műszaki szakemberek erejüket megfeszítve végigjárják a teljes vonalat gyalogosan, meg a berendezéseiket felhasználva, és próbálják üzemkész állapotra hozni hajnalra, amikor indul a metró, hogy minden rendben legyen. De ebbe inkább csak reménykedni tudunk, garantálni nem. És őszintén szóval az a kérdés, hogy majd akkor ki hogyan tolja a felelősséget, Orbán Viktor ugyanúgy felelős lesz érte, mint Tarlós István. De most mert hat éven keresztül játszottak egymással nagyon kedvesen, és nem jött létre semmi. Ehhez képest most az utolsó pillanatban elkezdenek kapkodni. Ami miatt ez létrejött, ez a konfliktus, hogy megjelentek a strawmanek a pályázat környékén. A pályázat környékén, és nem a korábbi beárazott 139 milliárd forintos értéken pályáztak, hanem közel 210 milliárdért adtak be pályázatot. És a főpolgármester az ismereteink szerint jelezte a főnökségnek, hogy hát megjöttek a strawmanek, de ennyivel többért szeretnék elvégezni a munkát, legyenek szívesek a kormány részéről, akkor ezt a pluszt, amit úgyis elvisznek, kifizetni. De ez, a kormány tényleg, de ez most tényleg így volt, vagy ez még mindig nem, ez, mese? Ez már a nem mese kategória. Ezt egyébként a főpolgármester elmondta, hogy a beárazás szerint 210 milliárd forint környékén, egyébként én ezt már egy hónapja elmondtam, akkor a főpolgármester még cáfolta, hogy hát ez vaklárma, hogy majd 30-40%-kal több van lesz. Van magyar busz, vagy nincs magyar busz? Mert a Varga Mihálytól elkezdve a kormány részéről mindig az volt, hogy magyar busz helyettesítse a metrót. Elméletben amíg van magyar busz, igen, gyakorlatban meg nincs. De tud lenni magyar busz, hogyha időt hagynak neki, de szerintem ne a hármas metrón keresünk. Gyakorlatozzunk és időt, mert hogy a hármas metrónak pont ideje nincs. De összesen beszélünk 150 darab buszról. Tehát Budapestnek éves szinten szüksége lenne 200-300 új buszra, ahhoz, hogy folyamatos frissítés legyen. Azt indítsuk el, nem? A volánnak szintén legalább évi 300-400 darabra lenne szüksége. És hogyha még néhány külföldi eladás is összejön, akkor azt lehet mondani, hogy van körülbelül 1000 busz gyártására. De akkor most a metrópótlásán miért köti az ebet a karóhoz a kormány, hogy mer magyar busz, és ne vegyük meg, csak béreljük, nem is lesz a miénk, és majd így fellendül a magyar buszgyártás. A bérlés az egy másik strawman üzletága, akik 23 milliárd forinttal drágábban szeretnék bérbe adni a fővárosnak 150 busz, mint amennyire meg lehet venni. Tehát megvehetnénk 13-ért, és kb. 37-ért bérelhetjük. Nyilvánvalóan valakinek összességében kedvezőbb bérbe adni a fővárosnak, ha van olyan balga marha, hogy ezt a főváros kifizesse. Balga marha. A főváros ezt úgy fizeti ki, hogy a strawman megbízói, a kormány azt mondta, hogy átvállalja a többletköltséget, és hajlandó ezt a potom 23 milliárdot egyébként az ön és az én adóbefizetésemből kipótolni, mert hogy a kormány tudomásom szerint nem folytat termelő tevékenységet. Tehát a helyzet az, hogy csak nem a költségvetésbe, igen. Nem a költségvetésbe, tehát egyre tragikusabb a helyzet, és akkor itt van a futári ő lihegve, ez az anyag. Ez nem arról szól, amiről sajnos a cím szólt. És azért nem, mert hogy az az anyag még nem készült el. Tehát most kaptunk egy a buszpótlással kapcsolatos anyagot most délután este felé, ami arról szól, hogy többek között járatritkítással és más egyéb trükkökkel megpróbálják előállítani a hiányzó buszokat. De most meg így lehet? Ki lehet spórolni a jelenlegi buszállományból ezt a 140-valamennyit? Persze, hogy ki lehet, hogyha mondjuk mondjuk ezen a környéken járó busz, ezentúl nem 12 percenként jön, hanem 24 percenként vagy óránként, akkor mondjuk ki lehet venni egy buszt. Hát vagy akkor ne is jöjjön. És akkor így lehet spórolni 150-et, de én azt gondolom, hogy nem a budapestiek bőrén kell. Tehát tényleg tudom, hogy már van, aki unja, de napi 20 milliárd forint adót fizetünk be. Talán nem túlzott igény az, hogy 40 évente, egyébként még azért csak most fogja ünnepelni a metró 40 évét a legidősebb része, a legfiatalabb része meg csak 26 éves, tehát hogy azért nem annyira fekete-fehéren 40 éves a metró, de az tény, hogy elaggott, felújításra szorul, buszok kellenek az átmeneti pótláshoz, ami egyébként jó lesz majd később, tehát ezért nem bérelni kell, hanem venni. Vásárolni. Mert hogy ezt utána is használnák, és őszintén szólva azok a megoldások, amiket most vázolnak, ezek inkább mélyítik a problémát, nem fogják oldani. Na mindesetre a Spider-Man meg a Batman nekem jobban tetszik, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.